Kedves nézőink, óvodások versenytek szerdán és csütörtökön a sportcsarnokban, a következőkben erről láthatnak egy összeállítást. A Sportváros Kft. Először rendezte meg az óvodások sportfesztiválját. Kik érkeztek a mai alkalomra és hány gyereket vártak? Ugye ez egy 6 eseményes sorozat volt, rendeztünk 4 selejtezőt, illetve 2 döntőt a középső korcsoportosokban is 10 csapat indult, illetve a nagycsoportosoknál is 10 csapat indult, a döntően pedig a legjobb 6-6 csapat vett részt ezen a döntőn. Milyen feladatok vártak a gyerekekre? Igyekeztünk olyan feladatokat választani, az óvónénik segítségével persze, amelyek ezen korosztályok mindenféle nehézség nélkül el tudnak végezni. Volt köztük nagyon egyszerű feladat is, volt a végén azért egy bonyolultabb, több szögdelésből, átfutásból, bukfencezésből álló versenyszám. A gyerekeket látva látszott, hogy sok gyakorlás, és az óvónénik munkája nagyon benne volt a csapatok teljesítményébe. Miért tartják fontosnak, hogy az óvodás gyerekeket versenyeztessék? Ugye ez az a korosztály, akit szeretnénk hozzászoktatni ahhoz, hogy egyrészt kiszokjanak ide a sportcentrumba, ebből több sportág is tud profitálni, szeressék meg a sportot, és az ilyen játékos versengések mindenképpen pozitív hatással vannak a gyerekekre. Kik segítettek a rendezvény lebonyolításában? A óvodák részéről, illetve a különböző óvoda egységek részéről Kata volt a kapcsolattartónk, aki rengeteget segített nekünk ebbe a munkába, illetve a Sportváros Kft.-nek a munkatársaival bonyolítottuk ezt a versenyt. Milyen jutalomban részesültek a gyerekek? Nem tettünk különbséget, a dobogon persze minden csapat fölállhatott, illetve hirdettünk első, második, harmadik helyeket, de a díjazásban nem tettünk különbséget, minden csapat ugyanazt a díjat kapta, már a selejtezőkön is minden gyerek kapott egy érmet a nyakába, itt a döntőn pedig szintén egy másik fajta aranyérmet kapott mindenki, csokit kaptak, illetve minden óvoda egységben lesz majd egy légváros produkció, amikor 2 órán keresztül a gyerek ingyen használhatják azt a légvárat. Úgyhogy ezek voltak a fődíjak, illetve a Sportváros Kft. Labdákat, hula-hoop karikákat, ugrókötelet adott ajándékba a különböző csoportoknak, illetve óvoda egységeknek. Szülők is érdeklődtek a rendezvény iránt? Ugye a selejtezőket délőtt rendeztük, akkor a valamennyi óvodából a gyerek jöttek szurkolni a csoporttársaiknak, illetve óvodástársaiknak. A 2 döntő pedig, mivel délután rendeztük meg, ezért megtöltötték a szülők a sportcsarnokot, úgyhogy például a tegnapi középső korcsoportosoknál a szülői szurkolást élmény volt nézni. Jó lenne, hogyha más sporteseményeken is hasonló módon lelkesedéssel vennének részt az emberek és szurkolnának. De hát nyilván a gyerekeknek a mentalitása is fontos volt, úgyhogy úgy érzem, hogy elértük a célunkat ezzel az óvodás sportfesztivállal, és szeretnénk, hogy a következő években valamilyen módon ezt kiterjeszteni még, de mindenképpen megismételni. Mennyi gyereket sikerült megmozgatniuk a programmal, illetve milyenek voltak a visszajelzések? Az elődöntőkben 10-10 csapat vett részt a 2 korcsoportban, tehát a középsősoknál és a nagycsoportosoknál. Ez több mint 200-250 gyereket jelentett. Én azt hiszem, hogy aki itt volt ezeken a délutánokon, illetve a délőttökön, az elmondhatja magáról, hogy nagyon jól érezte magát. Ezt vettük észre itt a szurkolásnál is, illetve hát ahogy szokott lenni a versenyen, még reklamáció is előfordult ugye itt a helyezéssel kapcsolatban, de én úgy gondolom, hogy teljesen korrektan sikerült megrendezni a versenyt, és amit mondtam már, hogy nem elsősorban a helyezésen meg a pontszámokon volt a hangsúly, hanem az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, meg elkötelezettek legyenek a sport iránt.